másfél évig, vagy még talán több is küzdöttünk azért, hogy ez az állam valósággá váljon, míg aztán tavaly júniusban elmondhattam itt az olvasópróbán, hogy ez az állam valósággá vált, és Tom Dittler vezetésével aztán egy hosszú próbafolyamat eredményeként kezd helyen be is mutattuk Zondheim és Hugh Wheeler darabját. This is the third production of this piece that we've done. Ennek az előadásnak ez a harmadik megvalósulás, a harmadik verziója. The fifth cast. És ez az ötödik szereposztás. I think it's the best cast. És azt gondolja, hogy ez a legjobb szereposztás? Not just because of a level of professionalism and training that there is here in Hungary. Nem csak amiatt a szakmai színvonal miatt és az a szakmai, magas szakmai képzettség miatt, amivel az utáni színészek rendelkeznek. But my impression has been that Hungarian actors bring a huge amount to every character that they play, a lot of their own character and personality. De azt tapasztalta, hogy a magyar színészek nagyon sokat hozzátesznek az általuk játszott figurákhoz a saját személyiségükből. Minden valamire való musical szakon ezt a darabot, ezt meg szokták csinálni, és ezen gyakorolnak a hallgatók, mert iszonyatosan nehéz és komplex. A zenéje is nagyon-nagyon bonyolult, és nagyon bonyolult szerepek. Tehát minden színész hallgató zenés szakon ezen átmegy. Amikor beléptem, az itteni kis színpadon volt a casting, akkor azt éreztem, hogy semmi mást nem kell csinálnom, mint amilyen én vagyok. És soha nem gondoltam volna, hogy a Patai Annától a Törőcsik Marig így majd mi egyszer csak fogunk állni így együtt, mert az, hogy ez ilyen színes lett, és ilyen nagyon sok helyről jövünk, és sokfélék vagyunk. Sokkal közelebb van a színházhoz, vagy a klasszikus értelemben vett színházhoz, mint a most divatjukat élő musicalek. Tehát annak ellenére, hogy Zondheim darabról beszélünk, én mégis sokkal inkább nevezném ezt prózai előadásnak, hiszen tehát azon kívül, hogy tényleg nagyon nehéz zeneileg, nagyon sok ütemváltással és nagyon sok hangnemváltakozással találkozunk, de mégis annyira szövegszerű az összes dal. Én arra nem szoktam dolgozni, de ezt egy olyan nagy kihívásra tekintettem, és nagyon boldog vagyok, hogy megcsináltam, és mivel a sors elkényeztetett, és elég sok nagymesterrel legalább 10-el dolgoztam, a rendező úr beköltözött a szívembe. Csodálatos énekesek, akik Zenakadémiát végzett, nagy-nagy énekesek. A lényegileg a cselédség a darabba, akik dologatják a díszleteket, de olyan kiváló tehetségek, hogy tudják, és én mondtam is nekik, hogy lehet, hogy te ajtót nyitogat, de nélküled ez az előadás nincs, vagy nélkülesek, mert ők a nagy énekesek. Hát kivéve meg itt a másik kettőt, de mi csak színészek vagyunk, mi úgy elpróbálunk dalolgatni. De ez a mű nélkülük egyszerűen nem állhat. Én New Yorkban láthattam Catherine Zeta-Jones-szal, nem egy ilyen kicsit nagyobb színházban, nagyon nagy élmény volt. Akkor nem gondoltam, hogy nézőből szereplővé válhatok, de mégis így történt a sors, és a csillagok valahogy így állt. Ez az egyik, amiért szerencsésnek érzem magam. A másik, valóban ezen a színpadon én sokat játszottam, nem ilyen igényű, hanem másfajta zenés darabokban, mint például a Kaktusz virágában, annak idején Bodrogival és Bojival állhattam itt, mint ahogy most Törőcsik Marival és a társaimmal együtt. Tehát mert ezért is szerencsésnek érzem magam. Itt a pesti Broadway-n pedig megszületik, azt gondolom, majd az, amit mi színészek szerencsének és csodának érzünk, valóban átköltözött most ide New Yorkból és Londonból az igazi Broadway, egy olyan Broadway siker, amelyben mindnyájan remélem, hogy majd lubickolni és küldeni fogunk. Tehát ezért is szerencsés. Rendkívüli maga a szerep, és rendkívüli a helyzet, és nagyon-nagyon szeretem csinálni, és boldog vagyok ezzel a szereppel, és örülök neki, hogy olyan dolgok, talán olyan dolgok is megmutatkoznak bennem, vagy belőlem, amit esetleg idáig itt nem láttak tőlem, és örülök neki, hogy adhatok valami mást is. Az én szerepem a Fredrika. Ez egy 13 éves kislány, aki nagyon komoly, nagyon zárkózott lelkű lány. Nagyon magába forduló, és a korához képest érett.
a jelmezek, a haj, a világítás, a hang, minden tekintetben ez az előadás, ha úgy tetszik, másolja, egészen pontosan, tehát replikaszerűen másolja azt, amit a londoniak vagy a New Yorkiak láthattak. Ami a különbség, hogy ebben az előadásban nem az, Angela Lansbury gurul be a székbe, hanem a Törőcsik Mari, és akkor mondhatnám tovább az összes többi szereplőket, amiről azt vallja nagy büszkeségemre az angol rendező és az angol stáb is, hogy az eddigi öt castból a legjobban dolgozhatott.